a DVTK-nál 4, a Debrecennél pedig 3 olyan játékos van a kezdő csapatban, aki már rendelkezik egy sárga lappal. Nagyszerű fejes, és megvan a vezetés! Nagyon-nagyon gyorsan előnyhöz jut a DVTK, és itt van Tomislav Šivić. Nem kellett sokat várni tehát az első gólra. Debreceni húzódott előre. Ez teljesen más megvilágításba helyezi a mérkőzést. Ahogy Bárhidi Péter is említette, az a nagy kérdés, hogy mikor szerzi az első gólt a Diós Győr. Hát itt van, az első 5 percen belül Kostić íveli be, és nagyon-nagyon lemaradtak Debreceniről. Kostić. Elek. Husic. Jó a fejes, és épp hogy fölé megy. Batioha. Fantasztikusan kezd a Diós Győr. Nagyon szép mozdulattal vetődik visszafelé Augusto Batioha, és épp hogy fölé megy a labda. Nagyon észnél kell lennie a DVSC Tevának. Mielic. Nagyon veszélyes, kipattan, és gól! De nem adja meg a játékvezető les miatt. Maradt tehát az 1-0 a Diós Győr javára. Novákovics állt föl a helyéről, nézzük meg innen. Volás rúgja a kapufára. Nagyon nagy a készülődés, szerdától péntekig meghosszabbított nyitvatartással várják a szurkolókat. Bernát, hoppá, átpattan alatt a gól! 2-0, ledolgozza hátrányát a DVTK. Bacsa Patrik. Összesítésben 4-4, és jelen állás szerint a Diós Győr a kupa döntős, de még nagyon sok van hátra. Hosszú indítás, leső szó sem lehet, Bacsa indul, és Bernát bizonytalankodik, sokat vár, Bacsa pedig odakap, és berúgja. Verpec már kiindult, könnyedén átemelhette a feje fölött Bacsa, 2-0-ra vezet a Diós Győr. Ezt ajándékba kapták, sokat várt Bernát. Sikerül visszagurítani, és lepattan. Óriási helyzet volt. Kádár. Bacsa. Ez túlzottan lazán akart, aztán Batioha. Húha, onnan befejeli, az nem akármilyen bravúr lett volna. Bacsa nem volt lesen, tehát azt hiszem, hogy jól ítélt a játékvezető, hogy azt nem fújta be. És nagyon-nagyon elaludtak megint a debreceniek. Most már nem először láthatjuk azt, hogy ja mondjuk elég például Bacsa góljára célozni, hogy a Diós Győriek mennek a labdára. Azt hiszem, hogy ha ezt folytatja a Debrecen, az tévút. Közben Bacsa indul, Bacsa átemeli, és hozzáérte Verpec. A szabadrugás biztos, és lesz a lap. Tessék odajönni, mondja Iványi. Piros. Hát itt hatalmas probléma a Debrecen számára. Hozzá se nyúlt a kapus, mondja Gondás Elemér. Medovarszky Jánosnak, a tartalékjátékvezetőnek. Ennek ellenére ember hátrányba kerül a Debrecen. De megint ez a belőtt labda könnyedén húzhat el Bacsa, átemeli. Hát aztán, hogy hozzáérte vagy sem, ebből a képből nincs ember, aki megmondja. Na nézzük. Hát, talán. Igen, egy picit hozzáért. A legutóbbi bajnoki meccsen Pápán is láthattuk, hogy kis kényszerítőzésekben milyen jól ment Szakályéknak a játék. Bacsa,
Bacsa és Novákovics. Szöglet. Mihelics. Tisza most jó labdát kap. Rados. Az eddigi legnagyobb védést kellett bemutatnia. Óriási labda. Csak éppen futács lesen. Már emelte az asszisztens a zászlót. Huszic. Képtelenség utolérni. Szöglet. Brkovics. Be az üres területre. Tovább pattan a labda, és sikerül kirúgni. Hatalmas mentés volt. William Alves, a születésnapos. Hát ez itt most nagyon kemény pillanat. Alves becsúszva Seydi elől. Mutatják a kispadról, hogy mennyire vissza a DVTK játékosok. Seydi és Rados. A szokásoknak megfelelően Huszic. Futács érkezik. Lepattan Novákovics. Marci lövését védi. Mészáros. És mellé pattan. Az ötödik DVSC teva szöglet. Át a túloldalra. Nem sikerült jól Bódi szöglete. És nem sikerül bent tartani. Iványi azonban lefújja a mérkőzést. Tomislav Szivicsék ünnepelnek. 2-0-ra győzött a DVTK.